Bemutatjuk önöknek a 19. században született magyar borkirályt. A szőlők fejedelmét. Matthias János! Ugyan önök túloznak. Dehogy túlzunk, hát egy szakértők szerint mintegy 3700 szőlőfajta fűződik a nevéhez, tiszteletem. És ezek megtalálhatóak szerteszint az egész világon. Tehát ön a föld, a világ legelismertebb szőlőnemesítője. Ráadásul Arany János ezt írta őről. Matthias János olyan a szőlészetben, borászatban, mint Petőfi a költészetben. Hát bizony, Arany János is többször ivott nálam, de nincs benne semmi varázslat. Meg kell álmodni a kívánt szőlőt, a bort, és létre kell hozni. Ezt nézd meg! Boraival és csemege szőlőivel több mint 200 év világversenyhet meg Kaliforniától Új-Zélandig. Mégis hogy csinálta, mi volt a titka? Keresztezés. Köszönöm. Kitartás. Köszönöm. Logika. Na meg a szőlő szerelmes szeretete. Így nevesítői tevékenysége során olyan szőlőfajtákat hozott létre, mint Kecskemét Gyöngye, Vörös Marti Mihály, Szőlőskerte királynője. Bentábornok, Darányi Ignác, Csaba Gyöngye, Zrínyi Ilona. Cegét szépe. Én vagyok a lábbert, a fényolok, a perszajók, én vagyok. Ha te innen lejtek, mindent elkelejtek, csak soha jól, mert én vagyok. A lényegi számára táncom még, mert egy este van tánc elég. Mert szívesen, de csak azt ajánlom, jelint ő a hátra. Boldogság, hogy itt lehetek. És miénk a megtiszteltetés, hogy minket is meghívott, nagykövet úr? De csak azért, hogy személyesen találkozhassanak fantasztikus dísz vendégeinkkel, akik csak is Matthias úr miatt látogattak el ide ma este. Azok, akik a négy lovas hinton érkeztek? Bizony. Ferenc József, Ausztria császára és Erzsébet királyné. Andrássy Gyula gróf és Kossuth Lujza. Ferenc József és Kossuth húga így együtt. Budapesti operaszínházban bármi megtörténhet. Fogadjunk, hogy még énekelni is fognak. Matthias János úr! Felséges uram, felséges asszonyom, micsoda megtiszteltetés. Vendégei voltunk a birtokán. Azóta is emlegetjük a remek borait. Mint Arany János. Mármint, hogy büszke lehet magára, hogy ilyen magasra jutott fel, egészen a bécsi udvarig. Hát, ami azt illeti. Persze. Tudjuk, hogy baráti kapcsolatot tart fent az amerikai elnökkel, a japán császárral. Arany Jánossal, Munkácsi Mihállyal és később Ady Endrével. Bismarck kancellárral épp úgy, mint Novikov orosz nagykövet úrral. Azt teszi meg Jézus! Borban, az igazság borban, a vigasz borban, a felejtés borban, a tavasz illatos a medve, mint kies mező, és a vállal benne érkező. Borban, az igazság borban, a vigasz borban, a felejtés borban, a tavasz borban ér. A harmadik úr egy fiatal ember, tulajdonképpen elmondhatom róla, hogy a Matthias Hungarikum életmű projektnek a vezetője, hogy a Hungarikum Szövetségnek az alelnöke, de nem biztos, hogy ezek a legfontosabb titulusai. Talán ez ő megengedi, hogy ilyet mondhatok, az egyik legfontosabb titulusa, hogy ő egy dédunoka.
és azt gondolom, hogy egy dédunokának mindig nagyon fontos, hogy büszke lehet az őseire. Hölgyeim és uraim, Matthias János dédunokája, Matthias Gábor! Nézem önöket, hogy hét nagypapa megtér. Azért nem látszik az a nagypartidak. A gyerek is unokám egy pohár bor mellőtt. Beszéljük meg az elmúlt 100 évet.